Kutatások bebizonyították azt is, hogy a demencia az Alzheimer-kor megelőzésére a tánc sokkal jobb, mint a keresztrejtvényfejtés, a szudokúzás vagy bármilyen más sporttevékenység. Iván Anita vagyok, és Sümegen élek. Tanító végzettségű vagyok, Sümegen és környékén tartok szenior örömtáncot. Szilviával sokat beszélgettünk erről, hogy álmában nem gondolta volna, hogy ebből egy szakma fog kifejlődni. A mozgalomnak az a jelmondata, mozgás, öröm, agytorna. Ez Nyugat-Európában már 50 éve van, és ott kifejezetten ezeket a tánc koreográfiákat az idősebb korosztály számára alkotta meg egy tánc koreográfus. Tehát nincsenek benne ugrások, hirtelen mozdulatok, nem megerőltető táncokról van szó. Ugyanakkor nagyon oda kell rájuk figyelni, mert ezek a kis koreográfia részletek ismétlődnek, és koncentrálni kell a lépésekre. Ugye ennek van egy másik vonulata is ennek a szenior örömtáncnak, az ülőtánc. Én járok idősek otthonába is, és ott ugye olyanoknak tartok táncot, akik tolókocsiban vannak, vagy már nem tudnak mozogni. Ha valaki szenior örömtánc oktató szeretne lenni, ugye Csirma Szilviánál kell ezt a tanfolyamot elvégezni, ugye érettségi az az alapvető követelmény, ritmusérzék, zenei hallása is legyen az embernek, de azt is követelménybe rakta, hogy az első modulon, a háromnapos első, a tanfolyam első részén az vehet részt, aki már előtte egy másik oktatónál részt vett 20 órán keresztül. Tehát egyrészt én nekem a táncosaim a példaképeim ilyen szempontból, hogy én is így szeretnék majd nyugdíjas lenni és megöregedni. Közösen táboroztunk, közösen kirándulni megyünk, akkor nagyon szeretnek fellépni ezekkel a táncokkal. Ez egy akkora pozitív élményt ad nekik, hogy ők meg tudják mutatni, hogy ennyi idősen is ők még kiállnak szépen, és hát példaképei a fiatalságnak. Folyamatos fejlődést kívánt tőlem. Én úgy érzem, hogy mivel egyre több emberrel kerülök kapcsolatba ezáltal, hogy bevonzom őket ebbe a táncos közösségbe, én teljesen úgy érzem, hogy felelősséggel is tartozom irántuk. Olvasnom kell pszichológiát erről az életkorról, anatómiát erről az életkorról, hogy tisztában legyek azzal, hogy melyik dolog milyen érzést válthat ki bennük, melyik mozgásforma jó nekik, melyik nem annyira jó. Például én most emellé, a szenior örömtánc mellé elvégeztem egy szenior egyensúlytréning tanfolyamot is. Azt szokták mondani a táncosaim, hogy ez az én időm. Tehát én erre elmegyek, mert ennyi jár nekem. Lehet, hogy máshova nem megy el, de erre eljön.